3 iskolába is tanítottam. A Rózsa Ferencbe, a Bezerédibe és a Garay Gimnáziumba, később ott főállásban is. Tehát ezzel megismertem a városnak az iskoláit. Majd amikor az ifjúsági mozgalomhoz kerültem, akkor pedig az egész megyének az iskolahálózatát ismertem meg, és nagyon sok emberrel találkoztam. Itt kezdődött a honismeretnek a megszerettetése, ugyanis a Hazafias Névfront és a Kiszen keresztül honismereti mozgalommal már a 70-es évektől kezdve foglalkoztunk. Egészen fiatalon, 32 évesen a Babicshoz kerültem 5 éven keresztül. Nem volt könnyű munkáskodás, de elvégeztem a népművelés szakot is, és mellette nagyon sok újat hoztunk a Babicsba. Ilyen, hogy 75 színházi előadás, ilyen, hogy kiváló hangverseny előadások vannak. Tehát egy rakás olyan dolog, ami nagyon fontos volt, és másodszor is elnyertük a kiváló művelési ház címet. Azonban ez hétfő reggeltől vasárnap estig tartó időszakot jelentett, a család életben ez nem túl könnyű. Miután ekkor házasodtam, és a 2 kisgyerek mellett inkább úgy gondoltam, hogy egy könnyebb kutatószolgálat felé megyek el, és ez a levéltár volt. Az első 7,5 év az gyakorlatilag igazgatóhelyettesként volt, majd 1990-től pályázattal az országba elsőként kerültem levéltár élére 5 éves ciklusra, majd ezt további 4 alkalommal megismételték, és plusz 1 év, így egészen nyugdíjazásomig itt voltam a levéltárban. Folyamatosá vált az, hogy csináltuk a levéltári különböző összejöveteleket, konferenciákat, 15 levéltári konferencia volt, köteteknek a tucatjait jelentettük meg szerkesztőként, másrészt pedig az ember önálló kutatásai alapozva is megjelentek a különböző anyagok, így a Percelek, a Tengőd monográfia, Ozora monográfiája, szerkesztettem Bátaszék monográfiáját, részt vettem Tolnaváros monográfiájának az összeállításában. Összesen a munkálkodásom alatt mintegy 60 nagyobb tanulmányt készítettem, és több mint 300 cikket. Ezek a különböző folyóiratokban, napilapokban jelentek meg. Tehát a levéltári időszak egy nagyon hasznos időszak volt számomra. Miután ez befejeződött, akkor sem az volt a célom, hogy abba hagyjam, hanem inkább a civil szervezetek fele fordultam. Így a honismeretnek a tovább folytatása történt meg, valamint a Rotary Klubba való belépéssel egy új területtel ismerkedtem. Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult lényegében az, hogy az én munkám eredményes legyen. Köszönöm azoknak, akik felterjesztést elvégezték, a Honismereti Egyesületnek, a Levéltárnak és még nem tudom kiknek. Köszönöm a közgyűlésnek, hogy elfogadta számomra ezt a megtisztelő elismerést, és nem utolsó sorban a családomnak, akik azonban eléggé sok alkalommal kellett, hogy háttérbe szoruljanak, hogy a munkámat úgy végezzem, ahogy ezt én magam is szeretném, és ahogy ők is szeretnék. Ebben különösen feleségemnek van fontos szerepe, aki azért ezt kiharcolta, hogy ezt, amit vállalok, azt mindig jól megcsináljam.